van, újra itt van, újra itt van a nagy csapat. Csapjad össze, csapjad össze, csapjad össze a vacsora. Újra hallom, újra hallom, újra hallom a hangokat. Légy a vendég, légy a templék, ünnepeljük az új találkozást. És majd elfér, arra megkér, egy átfelfordulás. Tisztelt igazgató úr és egyben osztályfőnök úr, kedves osztálytársak és kedves feleségek! Őszinte tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm mindenkit a mai, hát 50 éves érettségi találkozónk örömére szervezett összejövetelen. Hát barátom, 5 éve volt, hogy fehér asztal mellett emlékeztünk az évfordulóra, mert azóta ugye többször is találkoztunk. Ha visszaemlékeztek néhányan, ugye a 45 éves évfordulón egy korábbi harügyminiszter hát furcsa szólásával élcelődtem én is, ugye, hogy vannak kerek és vannak félkerek évfordulók. Akkor a 45 évre ráfogtuk, hogy az a félkerek, és ugye mondtam, hogy rendben vagy 45 év, de mi már 49 éve ismerjük egymást, és akkor kezdtük a tanulmányokat a kárpáti osztályfőnökünk irányításával, és hát az már majdnem kerek. És barátom, eltelt 5 év, nyilván kinek-kinek sok örömmel, sikerélménnyel, de sajnos személyes tragédiákkal is. De a lényeg az, hogy most itt vagyunk, együtt vagyunk, és hát örülünk ennek az elmúlt 50 évnek. A köszöntő szavak után a gondolatom nekem a köszöneté. Mégpedig szívből és egy kicsit meghatódva szeretném megköszönni minden jelenlevőnek, aki ott volt a júniusi, úgymond aranydiploma átvételekor, amikor osztályfőnökünktől, akik ott voltunk, átvehettük, és az utána az ebédnél elfogadtátok és megszavaztátok azt, hogy az 50 éves találkozót itt, a mi szülővárosunkban rendezzük, mert hogy Bálint is itt Nánáson született, és én is, és hát ennek végtelenül örülünk, és az előkészítő aperitív bizottság ugye igyekezett megtenni mindent azért, hogy összejöjjön ez a találkozó, és minden rendben legyen. Kedves 50 éves évfordulót ünneplő megvartos osztálytársak, kedves barátaim, hölgyeim, tiszteletbeli osztálytársaink, mondhatom életünk nélkülözhetetlen párjai, és nem utolsó sorban tisztelt osztályfőnökünk, igazgató. Bár a hivatalos 50 éves találkozót az anyaglevelek átadására szervezett rendezvényen megtartottuk, az utóbbi évek jó szokásainak megfelelően már akkor az ünnepi ebéden elhatároztuk, hogy ennek a nem mindennapi kerek évfordulónak az ősz folyamán szentelünk egy több összejövetelt, ahol kötetlen formában ismét megemlékezünk a technikumi éveinkről, és természetesen az azóta eltelt 50 esztendőről is. Kedves emlékező, egykori negyedik bések a Mehvárból, az én kedves iskolámból is, hát nem csak nektek volt alma mater, hanem számomra is kedves iskola. 50 évet húztam le ott, nem kényszerből, hanem szívesen. Szeretném külön köszönteni a hölgyeket, a kedves feleségeket. Valóban példátlannak tartom, én az ismerőseim körében ilyet nem tapasztalok, hogy a feleségek a találkozókon sorban, meg még a rendkívüli találkozókon, mint ez a mostani is, itt vannak, és természetesnek tartják, hogy itt vannak. Hajzer Menyhért! Hát belőle meg éppen Párizsban volt! Igen. Legnagyobb bánatomra. Beszélj meg, fogjálva.
Nem, kap... nem az eredeti nagyságról. Lehet, hogy rosszul vagyok informálva, de én úgy tudom, hogy az agrárgazdaságban nagyon nem sokat tevékenykedtél. Azért mondtam, hogy lehet, hogy... A kisrácskoromban nagyon sokat. Jó. De Hajdonánál biztos tudjátok, hogy a Szalmás városként is emlegetnek bennünket, úgyhogy ez a vitrínbe kitehető. Kérlek, fogadd a csapattal olyan szeretettel, mint ahogy mi adjuk neked. További jó megőséget.